Shalom, Baruch Hashem, Baruch Abba, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Levkovics Kolen Dovid Jozsefék, a Magyar Breszlev tanítója. Rabbi Nachman legfőbb tanítványa, breszlevi Reb Nosonnak van egy 8 kötetes, csodálatos főműve, a Likutei Halachot, mert Rabbi Nachman tanácsára fogta a Shulchan Aruchot, a zsidó törvénykönyvet a rabbi, és a Shulchan Aruchban elsősorban azok a olyan információkat tudunk meg, hogy egy micvét hogyan kell megcselekedni? Pontosan milyen úton és milyen módon kell az adott micvát, isteni parancsolatot megcselekedni? De azt, hogy ennek mik az okai, mi a forrása, mi a spirituális forrása egy adott cselekedetnek, azt az a könyv nem tartalmazza, azt a cadikok különböző szent műveiken keresztül fedik föl nekünk. És az egyik ilyen felfedés, hogy az összes megértésünk és kapcsolat a micvák között, ez hogyan lehetséges összekapcsolni a micvét a Tórával, a Tóra szellemiségével, az isteni bölcsességgel. Ezt például a Likutei Halachot műben Reb Noson felfedi nekünk. És a Pészákra vonatkozó törvénye, tehát a Likutei Halachot könyvből vagyunk, ami a Shulchan Aruch Orech Chaim, a Shulchan Aruchnak, a Szent Körvétőnek az első részéhez írt kommentárja, a Hilchot Pészák, a pészáki törvényekkel kapcsolatban, Halacha Alef, az első halachával kapcsolatban. Itt az elején szokta a rabbi mondani, hogy melyik Rabbi Nachmannak melyik tanítása kapcsolódik az adott halachához, és hogy az adott lecke a Likutei Moharámból, mert Rabbi Nachmannak a főműve, és az ott fellevő tanítások hogyan kapcsolódnak az adott halachához, és ezt fejti ki a Reb Noson. És az első pont bevezetőjében, vagy az első bekezdésben nagyon érdekes dolgot mond már a rabbi nekünk. Mindig mondja, vezebechinat achilat matzába pesach. Ez az egész, ami a rabbi Nachman 58-as, 59-es leckéjében található a Likutei Moharámban, az hogyan kapcsolódik az ott megtalálható lecke a pesachhoz és a pesachi matzesz evéshez. És azt mondja, ki jadua se jeciat mitzraim hi hitgalut hadaat. Mert ismeretes, hogy az Egyiptomból való kivonulás az nem volt más, mint a Daátnak, a harmadik kabbalisztikus szférának a manifestációja, a megnyilatkozása, a felfedése. Mi a Daát? Ugye a tudás, de milyen tudás? Nem a tárgyi tudás, hanem a spirituális tudás, az isteni tudás, az Istenről való tudás jelenti. És ennek érdekében kaptunk Shalosh Hashpaotot, három ajándékot Hashemtől, hogy ezt megerősítse bennünk. Be'er, Anan, Umon. Ők hárman. Be'er, ugye Mirjamnak a kutya, amely vizet szolgáltatott, édes ivóvizet a zsidónépnek. A Anan, a felhő, az örökkévaló dicsőségének a felhője, vagy a felhő, melyben az örökkévaló dicsősége mutatkozott meg. És a harmadik pedig a manna, ami az étel minhasamáim, ochel minhasamáim. És ők mindhárman, mindhárom isteni ajándék, az jött, származott a Daátból. És ez mihez kapcsolódik még? Ez Bechinát, Shalosh, Matzot, Shel Pesach. Ez a pészaki három maceszhoz kötődik. Keneged, Shalosh, Hashpaot, Kanál. És ez a három macesz, ez a három dolgot is jelképezi még egyszer, a kutat, a felhőt és a mannát. Oké. Macá, ki macá, hi bechinat daat, bechinat Moshe. Ó, és a macesz, a macá, az nem más, mint a daat, az isteni tudás. Továbbá, ez nem más, mint Mózes, Moshe Rabbeinu, a cadik, a generációnknak a cadika, Moshe Rabbeinu, akinek a cadik segítségével és az őrá való hallgatással lehetett a Hashemet követni, és kijönni Egyiptomból, daatra, szert tenni. A Mitzrayim, Egyiptom azt jelenti elsősorban, hogy a Daát, az embernek az isteni gondolkozása, az isteniességről való gondolkozása és hite, az el van fedve, el van rejtve, és azt onnan ki kell szabadítani, fel kell fedni. Shematzahi bechinat machlochet lesem shamayim. Mit lehet még tanulni a Maceszról? Hogy a Macá, a Pászka magyar nyelv, magyarul pászka, de inkább macesz, majd mondjuk, hogy itt is macesz vagy macánál. Tehát ez nem más, mint a vitatkozást is jelenti, az emberek közti vitatkozást,
mely nem más, mint az örökkévaló nevére, az ég nevére, le sem shamayim, így szokták mondani, minden, amit én vitatkozok veled, az legyen le sem shamayim, az igazság kiderítése és az Isten nevének a megdicsőülése érdekében történjen, és nem pedig azért, hogy mindenképpen nekem legyen igazam. Tehát a vitatkozik két zsidó, az kell, hogy le sem shamayim menjen az égnek a nevére a vita. És ez megtalálható Mózesnek a nevében, Moshe, Mem Shin Hei, Machlochet, Hillel Shammai, mint a Hillel Shammainak a vitája. Ugye a Talmudból pontosan tudjuk, hogy ők nagyon-nagyon sokat vitatkoztak, ugye vita páros voltak, a legtöbb kérdésben, tehát a kérdések nagy részében nem értettek egyet, és bár a halakának a nagy része, jó része Hillelt követi mostanában, vagy mostanában ebben a pár ezer, ebben a 2000 évben, de és nagyon kevés helyen van Shammainak a halakája, tudjuk jól, hogy ők akárhogyan is vitatkoztak, ez volt a lesem Shammai, mert a gyermekeiket, lányaikat és a fiaikat összeházasították, illetve hát a tanházakban keveredés volt a házasodást tekintve, ami azt jelenti, hogy abszolút szerették és elfogadták egymást és támogatták egymást, nem csak ők ketten a két rabbi, hanem az őket követő tanház is, a tanulók, de a vitában az volt talmudi vita, tényleg nem az, hogy kinek van igaza, hanem hogy ki, hanem hogy a Hashem nevének az érdemében történtek a vitatkozások. Úgyhogy ez legyen nekünk is tanulság. Minden pici dolog nagyon jó. Kcát gámzeletová. A kicsi dolog is, amit tud az ember tenni Isten szolgálatban, az nagyon fontos az örökkévaló szemében, tanítja Rabbi Nachman. Mi ez a pici dolog? Megnézzük a hametz és a macá két héber szót. Azt látjuk, a hametz, ugye a chometz, az egónkat jelképezi, a kenyeret, a felfúvalkodottságot, mint a kenyér ugye levegőből áll, azt hiszi, hogy ilyen nagy a kenyér, de közben annak a jó része levegő. A macá pedig ilyen lapos, a macá, ez a pászkala pedig lapos, ami az alázatot képviseli. Két betű a három betűből ugyanaz, a het meg a mem. Tehát ezeket most nem tekintjük. A különbség, hogy a chometz szóban a het betű van benne, az első het, a macában pedig a hé betű, ami a harmadik betű. És a het és a hé betű között csak egy nagyon pici különbség van. A hé betűnek a szára nem ér össze a betű tetejével, a felső vonallal. Tehát egy nagyon pici különbség van. És ez a pici dolog, ez pontosan az az embernek a pici cselekedete, pici imája, pici jó gondolata, ami elválasztja a chometzet, a macától, a szentet, a nem szent dologtól, úgyhogy tudjuk meg, hogy igazából, ha chometzban vagyunk, akkor egy kicsi jó cselekedet, eltávolítani a chometzet, már mindjárt macát kapunk belőle, már mindjárt istenességet, mindjárt dátot, tudást fogunk az örökkévalóról kapni, és ezáltal élvezhetőbbé válik a széder este, a macesz evése annak tudatában, hogy Moshe Rabbeinuval, a macesszal, a három isteni ajándékkal és saját magunkkal kapcsolatban áll, és örömmel tudjuk enni az emunánkat, fizikailag fogni a kezünkbe az emunát, mert a macesz az emunát is jelenti elsősorban, hogy ze emuná. Úgyhogy ezt így kell örömmel fogyasztanunk, és így érdemes. Szép napot, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Ashreinu!